az időseket köszönteni, az időseknek tiszteletet adni erkölcsi kötelességünk, hiszen önök azok, akik mindazt, ami itt körülöttünk van, ami körbevesz bennünket, fölépítették, akik a két kezükkel ezért megdolgoztak, ezért tisztelet és köszönet illeti önöket, ezt szeretnénk kifejezni a mai ünnepi műsorral. És akkor nem szaporítom tovább a szót, a Dabasi Kossuth Művelődési Központ Tilinkó Néptánc Együttesének előadói itt vannak már a sportcsarnok oldalbejáratánál, a kisiskolás korosztályúak délalföldi táncokkal, az ifjúsági korúak pedig mezőségi táncokkal fognak majd fellépni itt a színpadon. A két felkészítő pedagógust is nagy tisztelettel köszöntöm, Ragula Dalmát és Farkas Gábort fogadják tehát nagy szeretettel a Dabasi Kossuth Művelődési Központ Tilinkó Néptánc csoportját. Egy olyan városban szeretnénk élni, és azt szeretnénk, hogy a fiatalok olyan városban nőjenek fel, és olyan városban szocializálódjanak, ahol az idősek felé tisztelet irányul, ahol egyetlen egy rossz szó nem hangozhat el az utcán egy idős ember felé, sem türelem szempontjából, sem tisztesség vagy tiszteletlenség megközelítéséből ilyen ne forduljon elő. Alapvetően a lelkében, a szívében legyen benne az, hogy egy idős emberrel találkozik, egy idős ember a közelébe kerül, akkor egyből alázatosabb lesz, egyből tisztelettudóbb lesz, segítőkészebb, gondoskodóbb, és ezt kell nekünk mindenkibe beletáplálni. Remélem, hogy jó úton járunk, remélem, hogy érzik a városban azt, hogy a fiatalok részéről nagyobb a figyelem, hogy a fiatalabb generációk nagyobb odafigyeléssel és nagyobb tiszteletadással fordulnak önök felé, mint ahogy ez általában a társadalomban tapasztalható. A másik pedig, hogy ha mi egy városi közösség vagyunk, ennek a városi közösségnek van egy ereje többek között a pénzügyi gazdasági helyzete, és az lehetővé teszi azt, hogy néha kis pluszokkal, kis extrákkal ajándékozzuk meg önöket, akkor ezt tegyük meg.
Azt tegyük meg, a családban is megtesszük. Amikor valakinek születésnapja van, amikor valami különleges alkalom van, akkor bizony ajándékkal, kedvességgel, valami különlegességgel szeretnénk még emlékezetesebbé tenni azt a napot, azt a pillanatot. És hát ez is a célunk, hogy legyenek ilyen pillanatok, legyenek ilyen kiemelkedő alkalmak, események, amikor érezni kell önöknek, hogy a figyelem önökre irányul. Amikor csak önökről van szó, ez a nap ilyen, az idősek világnapja ilyen, ilyenkor az idősekről kell, hogy beszéljünk, az idősekkel kell, hogy foglalkozzunk, és tükörbe kell néznünk, hogy eleget tettünk-e a körülöttünk lévő idősekért. A családunkban, az ismerősi körünkben, a településünkön, a hazánkban, a világban egyáltalán, ezért világnap, idősek világnapja, hogy az idősekre odafigyelünk-e. A legnagyobb tiszteletemmel és a legnagyobb szeretetemmel kívánok önöknek nagyon jó szórakozást, nagyon szép napot, és tartós indián nyarat még, maradjon ilyen az idő minél hosszabb ideig, tessenek a napsütést magukba szívni a D-vitamint, hogy ezután a kitartson tavaszig. Úgyhogy nagyon-nagyon szép napot kívánok, nagyon szép, hosszú napos őszt kívánok, és utána pedig a karácsonyra egy szeretetteljes, igazi felkészülést kívánok. Isten áldja mindannyiukat, jó egészséget kívánok!
csomagon az a vágy itt a szív. Ha a holdvilág iszogatni lát, oda mindenkét, ugye én legény, neked oly kicsiség az egész. Megesik a fire az is, hallalna, hogy nyugdj.
akikről fegyed beszélt Rallanda, te furcsa kisfiú. A feleség a csapülökot Rallanda, és ütvőzni simán. S még hazatérsz, nincs egyéb dolgot Rallanda, mint szépen várni rád. Ez így van és nem változatik Rallanda, testen úgy, mint bergen bóciál. Tolj, tolj, piros szeleten Rallanda, s az Yeah.
Amit válaszolok, az is tiszta kolor.